A tavalyi esztendő sikerén felbuzdulva idén is 3 napon keresztül szállnak a dárcnyilak a Haladás sportkomplexumban. A Magyar Dárc Szövetség, a Szombathelyi Önkormányzat, a Haladás VSE, valamint a Szombathelyi Dárc Klub Sport Egyesület összefogásának eredményeként az ország legjobb sportolói érkeznek hétvégén a Vasi megye székhelyre. A második Haladás Open nyílt versenyre amatőrök és profik is nevezhetnek, míg szombaton és vasárnap egyéni magyar bajnokot, illetve magyar kupagyőztest is hirdetnek. Amikor tavaly erről leültünk beszélni még az elsőről, akkor már egyértelmű volt, hogy mi nem egy évben, és szerencsére sem a városvezetés, sem a helyi egyesület nem egy évben gondolkodott, úgyhogy nem kellett döntenünk, ez már akkor eldőlt, hogy olyan sikeres volt a rendezés, meg maga a kezdeményezés, hogy itt volt a helyünk, az meg így alakult, hogy ez lett az utolsó forduló. A hazai színeket természetesen a Szombathelyi Darts Club Sport Egyesület képviseli. Az egyesület elnöke reménykedik benne, hogy a vasi játékosok közül többen meglephetik akár a bajnok aspiránsokat is. Pénteki nap, nyílt open, amatőrök, profik össze fognak csapni. Tavaly Budaver Zsombor itt tartott a Szombathelyen a Haladás Open trófeáját. Nagyon bízom benne, hogy akár ő, akár Dobos Dávid, akár Ágoston Karcsi, vagy az ütösebb közül, elmondtam Kálmán Lehel, Kozmor József, bizakodom, és tényleg bízom benne, hogy valakit fogja tudni fogni ezt a trófeát. Szombati nap már egy picit nehezebb helyzetben leszünk, akkor már tényleg a teljes magyar élmezőny itt lesz. Bízom be, hogy meg tudjuk viccelni az élen állókat, úgyhogy itt is azt gondolom, hogy bármelyik versenyzőnknek van esélye arra, hogy az élmezőnyben végezzem. Nagy tétje van a szombati szezonzáró fordulónak, hiszen a sűrű élmezőnyben többen is pályázhatnak a bajnoki aranyéremre. Vasárnap pedig a Magyar Kupában is bizonyíthatnak a legjobb dárci játékosok. A 3 napos rendezvényre a szervezők várják a szurkolókat is, akik védettségi igazolással léphetnek a sportkomplexum területére. Ugyanakkor senki nem marad le a legfontosabb mérkőzésekről sem, hiszen a Dárc Szövetség honlapja élőben közvetíti a találkozókat.